is megnézni, hogy ilyen kommunikációs szempontból a pull faktor, hogy ilyen fiatalosan mondjam, az is egy fontos szempont volt. Olyan sok gondolat van a fejemben, és nagyon igyekszem nem közhelyet mondani, hogy az ide nem hozzon a figyelőjelokat mondtam, hogy az ügy kötelező szlogenje. Úgyhogy egyrészt én nagyon örülök, hogy erre a feladatot feltértek tavaly és az idén. Nagyon sok olyan beszélgetést hallok szakmai körökből, hogy hát a fiatal generációt már nem érdekli semmi, ki fogja ezt a földet megmenteni, ki fogja ezt továbbadni, milyen módon, mi lesz velünk, mi öregünk, ki öregszünk, a szakma már öregszik, és nem igaz. Tehát itt van egy élő példája az a beadott pályázat mennyiség, illetve minőség, ami azt bizonyítja, hogy de igen, van lehetőség, sokan akarnak, sok mindent szeretnének tenni a földért. A tavalyaknak külön szeretném megköszönni ezt a lelkesedést, amivel szerintem közük van ahhoz, hogy igen is volt kedvet kapnak sokan pályázni, és pontosan tudom, hogy nem ért véget a program keretében rögzített előadásokkal az a munka, amit ti itt elkezdtetek, mert hogy mindenki saját maga is viszi tovább, és igenis él benne mindaz, amit itt a program során itt megtapasztalt, és tanított, és begyakorolt, és sokan lelkesedésből folytatják. Az idei pályázatokról annyit, hogy nagyon jó minőségű pályázatok során kaptuk. Nem a mennyiség, hanem a minőség volt a fontos, és ez nagyon jól sikerült. A zsűriben nem beszéltünk meg egységes szempontsort, mindannyiunknak megvolt a maga szempontsora, ez szerint felállítottuk a rangsort, és az első három, az a hármunk első három helyezését kapta meg, úgyhogy ezután is gratulálok a videókészítőinek és a program nyerteseinek. De voltak nagyon-nagyon jók, tehát hogy itt él bennem a kolbászsütés kísérlet, mint ahogy úgy szerettem volna, hogyha megvalósul az iskolákban, majd később, vagy máskor, vagy legközelebb, de valahol meg kellett húzni a határt, és csak háromra kaptunk lehetőséget, úgyhogy három szuperhősünk lesz az idén. Nagyon jók voltak, megnéztük azt, hogy milyenek, én megnéztem azt, hogy milyenek voltak az óravázlatok, nagyon sok nagyon jó óravázlatot, szakmailag rendben volt, felkészültek voltak a hallgatók, felkészültek voltak a pályázók. Nem hiszem, volt, aki többet tett hozzá, azt mondta, hogy egy óravázlat kevés ahhoz, hogy mindent elmondja, hogy ő mi mindent szeretne megmutatni és megtanítani, meg pusztán a kísérlet leírása, úgyhogy én megnéztem a plusz előadásanyagokat is, vagy a plusz anyagokat is, és a pluszok nyilván vitték tovább a rangsort. Úgyhogy mind a szakmai minőséggel, mind pedig a személyes megjelenéssel Ihályban kaptátok meg a három zsűri első helyezését, de nagyon szeretnék biztatni mindenkit, hogy ne hagyja abba, próbálja meg jövőre, próbálja meg jövőre, mert tényleg minimális határokat húztunk, ami azt jelenti, hogy nektek viszont be kell húzni, hogy megmutassátok, hogy igen, az első három helyezet az nem véletlenül került ki ebből a csapatból, és kívánom a nagyon ugyanolyan tartalmas és kellemes, nem is kellemes, inkább jó, tartalmas és előrevívő munkát, amit tavaly a többiekkel folytattunk.